szervezést, mert gondoskodtunk a rost utánpótlásról. Most nézzük meg, hogy mi történik vele. Amikor társaságban bemutatkozom, és kiderül, hogy proktológus vagyok, akkor általában egy ilyen elfojtott nevetés, félmosoly a reakció, és mindig gondolkodtam azon, hogy vajon miért nevetünk azon, ami a széklettel, a székletürítéssel, a szellentéssel kapcsolatos. Állítólag az első vicc, amin az ősember nevetett, az a szellentéssel kapcsolatos volt, de hát ezt ugye nem tudhatjuk. A nevetés az tulajdonképpen a feszültség feloldását szolgálja, de hol van itt a feszültség? Erre kerestem a választ az előadásban. What? You can put it. Why? Because it's my friend, it's my friend. Because all my friends are my friends. A kisfiú reakcióját egy ősi ösztön vezérli, ugye a széklet belülünk származik, az életünk része a születésünktől a halálunkig, tehát a barátunk. Ugyanakkor azt megtapasztaltuk az évezredek során, hogy veszélyes, el kell távolítani a környezetünkből, hiszen az élelmiszerrel, ivóvízzel keveredve súlyos betegségek hordozója lehet. Nézzük meg, hogy a történelem során hogyan változott a viszonyunk a széklethez. Érdekes, hogy csak 1840-ben a Sanitation Revolution, vagyis közegészségügyi forradalom idején fogalmazták meg exakt módon azt, hogy kesztyűs kézzel kell bánni a széklettel. Minden társadalomban valamilyen averzióval, ugye undorral fordulnak a széklethez. A kulturált beszélgetésben kerülendő téma, ugyanakkor a mai napig hát Indiában az érinthetetlenek feladata a csatornák tisztítása, azt nem tudom, hogy a proktológusok melyik kaszból kerülnek ki. Az ókori Rómában a latrinák nyitottak voltak, és a polgárok ugye az aktuális politikai helyzet megbeszélése mellett szemrevételezték egymás székletét, hiszen ebből következtetni lehetett az egészségügyi állapotra. A napkirály építette a Versailles kastélyt, 1715-ben készült el, és egyetlen egy mellékhelyiséget sem terveztek bele. Így aztán az illusztris vendégek a szobák és a folyosók hát fala mentén végezték el a dolgokat, aztán a szolgák dolga volt ennek az eltakarítása, csak érdekességképpen ahhoz, hogy öntözik a kerteket, a szajnát ki kellett hát emelni. Megmutatkozik a viszonyunknak a változása az etimológiában is, a nyelvben is. Az eredeti finnugor szavunk az a szar, és csak 1750-ben a székből alakult széklet lett az elfogadott, míg az előző ugye vulgárissá vált, és 1901-ben a németből átvett egyébként latin eredetű kaki, ami most az eufemizáló forma, de ugyanez az angolban shit stool, illetve amit a kisfiú is használt, a poo, ami egy egészen egy gyereki gügyögésből megmaradt. Ugye németben gyakorlatilag ugyanez, ahogy az eredeti szász alakot láthatjuk, és ebből lett a kake. Nem is gondolunk rá, hogy mennyit gondolunk rá. Tulajdonképpen a reklámok, a hirdetések egy jó része az WC illatosítót, fertőtlenítő szert, intim betétet, tampont hirdet. Ezek által tulajdonképpen a WC, a fürdőszoba a házunk egyik legtisztább, legillatosabb szobája lett. Érdekes, hogy ez mikrobiológiai szempontból is így van. A legkoszosabb szobánk az a konyha, és azon belül is a konyhapult és a konyharuha tartalmazza a legtöbb kórokozó baktériumot. Ugyanígy figyelünk a rost tartalomra, ugye ezt a hirdetésekben kihangsúlyozzák, csak úgy, mint a probiotikum tartalmat, és ugye jól látható helyen fel is tüntetik a csomagoláson. Ha megkérdezem önöket, hogy mondjanak azt az ételt, ami a legtöbb rostot tartalmazza, akkor lehet, hogy a legtöbben a buzakorpát mondanák, hogyha megnézik ezt a táplázatot, pont nem látszik az alján, de az az utolsó, míg az első helyen a teljes kiölésű kenyér, ugye a hüvelyesek foglalnak helyet, ugyanígy a gomba, vagy bizonyos gyümölcsfélék rengeteg rostot tartalmaznak, érdemes ennek utána nézni. Tehát, hogyha a rendszer jól működik, és minden egyensúlyban van, akkor nem igen foglalkozunk vele, viszont, hogyha a barátságunk megromlik, és a barátunk az ellenségünké válhat, az bizony, ahogy Vali is mondta, megkeseríti a napjainkat. Vizsgáljuk meg az egyik leggyakrabban előforduló székelési zavart, az pedig a székrekedés. Bizonyíték van arról, hogy már ősidik óta foglalkozik az ember ezzel. Azt gondolta, pontosabban
Az érvágás mellett a beöntés volt a másik orvosi módszer ezredeken keresztül tulajdonképpen. Ahogy az alsó aszték domborművön látszik, ugye azt várták tőle, hogy a koros miazmák vagy a szellemek ezáltal távoznak a szervezetből, gondolom az a keményebb széklet is távozott. Nézzünk egy kicsit a színfalak mögé. Van ennek orvosi definíciója is, de számunkra elég, hogyha azt tudjuk, hogy székrekedésről beszélünk akkor, hogyha a széklet nehezen, ritkán távozik, vagy pedig kemény. Ezen szoktak mosolyogni a betegeim, akkor megkérem, hogy mondják meg, hogy körülbelül milyen a székletük, mert igen, a széklet állagának is van kategorizáció, ezt Bristol stool chartnak nevezik. Vajon milyen gyakori ez? A teljes lakosság 27%-át érinti, de ez az arány ez 60 éves kor fölött meghaladja az 50%-ot. Nőknél háromszor gyakoribb, ennek az okát majd látni fogjuk. Magyar adatok nincsenek, de USA-ban 7 millió betegorvos találkozás jön létre emiatt, ami az összes találkozó 1/30-ada. Természetesen az okokról lehetne egy egész napot beszélni, de számunkra elég, hogyha három főcsoportra osztjuk. Az elsőről már beszéltünk, az állagot ugye a rost és a folyadékbevitel határozza meg. A továbbítás az a bél dolga, ez hogyha lassul, akkor slow transit, slow colonic transitnak nevezzük, ennek rengeteg oka lehet. A funkcionálisak között ugye hatnak rá a hormonok, az idegrendszer, lelkiállapotunk és így tovább, az anatómiai eltérések, bélelzárodás, összenövések és így tovább. Míg a harmadik csoport a kibocsátás problémája, ezeket ODS-nek nevezzük, vagy Obstructed Defecation Syndrome, azaz korlátozott székelés szindróma. Ennek is két csoportja van, az anatómiai és a funkcionális. Ezek egyébként a kismedencének a betegségei. Hadd kérdezzem meg, hogy melyikre tippelnének, melyik a leggyakoribb? Nem a bélműködés zavarai, hanem a kismedence zavarai. És mikor először ezt megláttam, hogy 43%-ban ez a felelős, akkor nagyon meglepődtem. Most pedig azon gondolkodtam, hogy miért lepődtem meg. Végül is ez a jéghegy ábra megmutatja, meg is magyarázza, csak nagyon kevés része az okoknak evidens, erről Fülöp főorvos úr beszélt, míg a legnagyobb része az funkcionális, illetve rejtett, és azon belül is funkcionális, ha az első kettőt elolvassuk, neurózis, depresszió mindjárt egy kicsit érdekessé válik. Nagyon röviden, hogy hogyan is történik a székletnek az ürítése, tehát a székelési inger jelentkezik, és az ember hála Istennek tudja ezt uralni, felülbírálni, de mindesetre, ha úgy jár, engedjük, akkor először is ellazulnak a medencefenék izmai, utána pedig összehúzódik a bélfal és a hasfali izmok is, így létrejön a székürítés. Felhívnám a figyelmet arra a két szögre, a bal oldalin a nyugvó állapot, és a székletürítéskor ez a szög kiegyenesedik, ez az úgynevezett puborektális izomnak az ellazulásától jön létre. Ha belegondolunk a női kismedence felépítésébe, három egymáshoz közel elhelyezkedő, tartással nem rendelkező szerv van benne, ezek a húgyhólyag, a hüvely és a végbél. Ezeket tulajdonképpen függőlegesen helyzetben tartja néhány izom és szalagnak a bonyolult rendszere. Az egyik pillanatban a vizeletet kell visszatartani a hólyagzáró izomnak, míg a másik pillanatban egy 4,5 körös gyereknek kell áthaladni a szülőcsatornán. Egész életünkben tartják a hasűri tartalmat a gravitáció ellenében, dacolva a tüsszentéssel, köhögéssel. Hát érthető, hogy ez a rendszer sérülékeny. De hát a rendszer sérülései azok pont nem a széklet kibocsátásnak, hanem a tartásnak a zavaréhoz vezetnek, tehát a különböző inkontinenciákhoz. Akkor tehát hova is jutottunk? Mi azok? Úgy tűnik, hogy az idegi, tehát az izmok beidegzése van a dolgok mögött, de nem neurológiai ideggyógyászati betegségek, hanem pszichés okok, mint ahogy olvastuk, depresszió és neurózis állnak a háttérben. De hogy jön ide a psziché? Ha gondolunk a kisfiú reakciójára, hogy önálló valószínűleg a székletürítési reflexzel még nincsen gond, de már akkor egy stressz reakcióval találkoztunk, ő nem akarja elengedni magától. Aztán arra neveljük, hogy a gyerekkorán van folyamatosan a gyermekeinket, hogy undorodjunk a széklettől, majd utána az életünk során rengeteg további stressz következik. És ugye ennek az eredménye a szorongás, és milyen szépen kifejezi a magyar nyelv, szorongás, szorítás, nem engedjük el a székletet, nem relaxál az izom. Hogyan vizsgáljuk? A legjobb
vizsgálati módszer, ami ugye folyamatában tudja ezt ábrázolni, az a defekográfia. Itt egy ilyen képet láthatunk, sajnos ez Magyarországon már szinte nem elérhető, összesen két helyet tudok, ahol végzik. Mindjárt érteni fogják, hogy miért nem szereti se a beteg, se a radiológus. Röntgen kontrasztanyaggal kell keverni langyos krumplipürét, és ezt kell ugye a végbélbe bejuttatni, majd utána a beteg egy röntgen áteresztő WC-n, hát kell, hogy ezt kibocsásson magából, ugye akkor ez érthető is. Na mindesetre nagyon informatív, itt látható az a bizonyos szög, amit már az előbb láttunk, és itt ugye a préselés közben, ha bár ott lent azon a csövön megy ki valamennyi széklet, egy része az itt bedomborítja a végbél falát. Fülöp főorvosor említette a rektokélét, a végbél sérvet, ugye itt egy ilyen esetet látunk, teljes székelési képtelenség, a székletnek erre kellene mennie, de oda nem megy, hanem türemkedik a végbél felé, és közben a hasüri tartalom összenyomja a falat, ezáltal semennyi széklet nem tud távozni. Saját fejlesztésű módszerünk a gáti ultrahang vizsgálat, egyszerű, gyors, kevés kellemetlenséggel jár. Itt egy ultrahang képet látunk, ugye a fönti normál ábrához hasonlóan itt ez a bizonyos szög, ez kb. 90 fokos. Ha felszólítjuk a beteget, hogy csináljon úgy, mintha visszatartaná a székletet, akkor ez a szög hát laposabbá válik, míg hogyha azt mondjuk, hogy nyomjon, mint a kakilna, akkor elméletileg, ha emlékszünk az előző ábrára, ki kéne egyenesedjen, ezzel szemben a bal felső az anizmusnak megfelelő állapotban gyakorlatilag lezárta a kimenetet. Ezzel azt hiszem elég jól megérthető, hogy miért is idegi eredetű a székelési zavarok nagy többsége. Hogyan is nyúlunk ebbe a rendszerbe rosszul? Ugye nem megyünk be a gyógyszertárba azzal, hogy kérünk mondjuk szívritmus szabályozó gyógyszert, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ez a hasonlóan bonyolult rendszerhez értünk, és ugye szabadforgalmú hashajtókat vásárolunk, megkérdezzük anyukánkat, barátunkat, érdeklődünk a fodrásznál. A kedvencem az, hogy kérdezze meg gyógyszerészét. Ugye itt két ember van, aki nem tudja, hogy mi a bajunk, mi magunk és a gyógyszerész. Hát ennek megfelelően ugye a rosszul alkalmazott hashajtóknak a hatása az nehezen kiszámítható. Megkértem egy gyógyszerész barátomat, hogy két hónapon keresztül vizsgálja azt, hogy milyenek a vásárlási szokásaink. Nagyon röviden el kell mondani, hogy háromfajta hashajtó van. Az ozmotikus lágyító, ilyenek a keserű só, mannit, az izgató mozgatók, mint a senna, a stadalax, guttalax, és az egyéb csoportban olyanok tartoznak, mint például a ricinus. Ezt az ábrát már ismerem, akkor hadd kérdezzem meg önöket, hogy vajon mi lett az eredmény. Azt hiszem, most már senki nem meri. Merné mondani, igen, a továbbítás zavarára ható izgatókat vesszük a legnagyobb arányban, míg az ürítésre ható, bár nem oki kezelést jelentő lágyítókat a legritkábban. Mi tehát a valódi megoldás? Mint kiderült, hogy a székrekedés az tulajdonképpen egy pszichoszomatikus betegség, és akkor ennek megfelelően úgy is kéne kezelni, ugye a pszichoterápiával. De hogyha a hozzánk forduló beteghez, ugye a proktológia rendelőbe jön, azt mondjuk, hogy most ugye pszichológiai kezelésbe kéne részesülni, hogy elkerekedik a szeme, és azt mondja, hogy doktor, maga hülyének néz engem. És ugye nincs is időnk ezzel foglalkozni a rendelőben. Szintén saját fejlesztés a defekációs tréning, hát ennek csúnya a neve, ugye székelési tréning, de ez tulajdonképpen egy biofeedback torna. Nevezhetnénk autogén tréningnek, vagy jógának is. Arról van szó, hogy két elhivatott trénerünk, egy-egy órát, persze akárhányszor eltöltve a beteggel, megpróbálja megtanítani újra arra a reflexre, amelyet az évtizedek során elfelejtett. Mi tehát a megoldás? Hát erre itt nem nagyon tudok mit mondani. Az biztos, hogy aki itt volt, az másképp fog gondolkodni. Önöket már érdemes lesz a fodrásznál megkérdezni. Ne neveljük a gyerekeinket úgy a szobatisztaságra, hogy belenyomjuk az orrukat, és azt mondjuk nekik, hogy fúj kaki. Ne dőljünk be a reklámoknak, amik könnyű megoldást ajánlanak, mert ennek a megoldása nem könnyű, ebben szívesen állunk rendelkezésre. És végezetül, ha nézzük ezt a két diákcsoportot, és megkérdezzük, hogy kiknél és kiknek a családjainál gyakoribb ez a probléma, akkor biztosan mondhatjuk, hogy az itthoni diákoknál és a szüleiknél. A természeti népek táplálkozása növényi alapú, edzettebbek, korábban szülnek, kevés a stressz az életükben. Kövessük a példájukat. Köszönöm szépen!